A főutcában már javában zajlik a csapadékvízelvezető rendszer megújítása. A kivitelezés megkezdődött. Az Újdombóvári városrészben 230 új áteresz és kapubejáró, 5032 négyzetméter járda újul meg, és 3600 folyóméter burkolt vízelvezető árok épül meg az idén. A főutcának a csapadékvízelvezetése első és második ütemére nyert a város pályázati forrást. Nyilván ez a csapadékvízelvezető rendszer, azt gondolom, hogy olyan hozammal is jár, hogy az 1988-ban már megállapított, hogy vágáséret és az ott elkorhat gesztenyefák cseréjét is el tudjuk követni, hiszen 280 gesztenyefa díszítette 100 éven keresztül a főutcát. Sajnos ők elöregedtek, elkorhattak, és konkrétan már életveszélyesek voltak. Nyilván ez egy nagyon nagy kihívás volt a város részére, hiszen már 88-ban megállapították szakértők, hogy ezek a fák cseréjére szorulnak, de ezt a horribilis összeget a város eddig nem tudta a költségvetéséből kigazdálkodni. A beruházás során eltávolítják a még álló, azonban komoly gyökérkárosodási folyamatot mutató fákat, illetve a tuskókat is. Mindez azért szükséges, mert hosszú évek alatt a fasor közel fele már kidőlt, elpusztult. Jelenleg igencsak szélsőséges az időjárás. Ezt is figyelembe kellett venni a szükséges lépések, nem csak a projektet, hanem az emberek biztonságát és értékeinek megóvását is szolgálják. A kivágott fák helyére hamarosan 280 fát telepítenek. Erre egy pályázati forrás adott lehetőséget. Ennek köszönhetően a fák pótlása novemberben megtörténik, hangsúlyozta Pintér Szilárd polgármester. Nagyon remélem, hogy azt követően, hogy a csapadékvízelvezető rendszer a járda elkészül, tavasszal megnyíl is arra a lehetőség, hogy a főutcát újból tudjuk aszfaltozni, és azt gondolom, hogy akkor büszkék lehetünk magunkra, hogy azért Újdombaváron egy új utca született, hiszen a lakók már nagyon rég várták, hogy ez az állandó probléma megszűnjön, hiszen viharos estéken azt gondolom, hogy a életveszélybe senki nem szeret pihenni. Tervek szerint a vállalkozó november 30-ára vállalta, az építőipari része megítélésem szerint október közepére, második felére el fog készülni, novemberben tudják csak a fák pótlását elkövetni, hiszen akkor nyílik meg a lehetőség arra, hogy a fák ültetését és annak megeredését nagy biztonsággal tudják garantálni. A munkálatok ideiglenes forgalomkorlátozás mellett zajlanak. Ehhez kéri mind Dombóvár város önkormányzata, mind a kivitelező a lakók megértését és türelmét.